Jó estét kívánok! Köszöntöm a kedves nézőket mai Szolgáltatók című gazdasági magazin műsorunkban. Már is sorolom, hogy mi mindennel foglalkozunk, hiszen nagyon sok témával készültünk. Beszélgetni fogunk itt a stúdióban a társasházi biztosítások különböző formáiról, mi mindenre nyújtanak ezek lehetőséget, mit érdemes megkötni. Aztán témánk lesz a hitelkiváltás lehetősége, amelyről az utóbbi időben egyre többet lehet hallani, hiszen a feltételek egyre előnyösebbek e tekintetben. Mutatunk majd egy pályázatot önöknek, amely a vállalkozóvá válást segíti, elsősorban fiataloknak szól, illetve álláskeresőknek. Beszélgetni fogunk a távhőszolgáltató nyári tapasztalatairól, a melegvízszolgáltatásról és arról is, hogy hogyan készülnek a lassan küszöbön álló fűtési szezonra. Valamint szó lesz a mai magazinban azokról az árvízvédelmi fejlesztésekről is, amelyek a Rába völgyében kezdődtek el a közelmúltban és érintik a Rába Szentgotthárd és Győr közötti szakaszát. Ez tehát a mai kínálatunk, és már is köszöntöm itt a stúdióban Szanati Mátyás hiteltanácsadót, akivel a hitelkiváltásról fogunk beszélgetni. Azt gondolom, hogy fontos lenne megmagyaráznunk elsőként a fogalmat, milyen lehetőség ez azok számára, akik valamilyen hitellel bírnak jelenleg. Én is sok szeretettel köszöntöm a nézőket. Hát a hitelkiváltást azt úgy kell elképzelni, hogy egy meglévő hitelkonstrukciónak az éppen aktuális paramétereire kérünk ajánlatot, nyilván versengajánlatot különböző pénzintézetektől. Tehát, hogyha valakinek van egy 10 millió forintos hitel, amit felvett 20 évre, mondjuk 6 évvel ezelőtt, akkor egy értelemszerűen kérünk egy 14 évre és az aktuális tartozásra egy ajánlatot. És ez azért lehet most rendkívül előnyös, illetve ezt majd egy kicsit kifejtem bővebben, de azért lehet ez most nagyon előnyös, mert a jegybank két lépésben csökkentette az irányadó kamatot, most ugye 0,6%. Ez nyári döntés, júliusi döntés? Igen, ez július 21-e óta van így. Bár akik beléptek a moratóriumba, tehát aktuálisan nem fizetik a hiteleiknek a törlesztő részletét, náluk egy hitelkiváltás most azért nem feltétlenül előnyös, mert ugye az új hitelfelvételnek minősül, ezáltal el kell kezdeni fizetni a törlesztő részletet. Viszont hogyha valaki hitelkiváltást tervez, illetve felkeres egy közvetítőt, vagy akár a saját bankját, akkor érdemes ezt az év végére ütemezni, hiszen a jelenlegi forgatókönyv szerint januártól ugye újra kell fizetni a törlesztéseket. Tehát tulajdonképpen arról van szó, hogy a hitelkiváltás esetén az illető ügyfél kedvező pozícióba kerülhet, ugye? Tehát csökkenhet a törlesztő részlete akár hosszabb távon. Igen, ez nagyon sok mindentől függ. Én inkább abból a szempontból közelíteném meg, hogy az elmúlt években, most elsősorban a lakáshitelekről beszélünk, a fedezetül szolgáló ingatlanok értéke növekedett, hiszen az ingatlanárak folyamatosan emelkedtek az elmúlt években, és talán arról is beszélhetünk, hogy az ügyfelek jövedelme szintén emelkedik tulajdonképpen folyamatosan. Ezáltal, ahogy te is fogalmaztál, az ügyfél egy jobb pozícióból indul az új hitelfelvételét felvétele során, és ugye a hitelkiváltás úgy működik, hogy az adott pénzintézet, akitől a legjobb ajánlatot kapja az ügyfél, ő folyósítja a fennálló tartozást a régi hitelt nyújtó pénzintézetnek, és onnantól kezdve az ügyfél az új bank irányába törleszt. Tehát mondhatjuk azt, hogy a hitelkiváltás egyúttal minden esetben bankváltással is jár? Én azt gondolom, hogy a legtöbb esetben ez bankváltással jár, ugyanis nem jellemző, hogy a bankok felkeresik a meglévő hitellel rendelkező ügyfeleket egy jobb konstrukcióval, egy jobb ajánlattal. Itt általában egy valamiféle külső körülmény behatására az ügyfél úgy dönt, hogy akkor nézzünk szét a piacon, és én azt tudom mondani, hogy ez a legtöbb esetben bankváltást eredményez, bár ugye tavaly nyáron az MNB-nek a hatására, hogy a bankok elkezdték felkeresni levélben azokat az ügyfeleket, akiknek változó kamatozású hitelük volt, vagy hitellel rendelkeznek, és nekik felajánlották, hogy fixálják a kamatot 5 vagy akár 10 évre, de ez nem jellemző, hogy a bankok ilyen irányú tevékenységet végezzenek. Kiknek érdemes egyébként a te meglátásod szerint ebben gondolkodni? Tehát kifejezetten azoknak, akiknek jelenleg most változó kamatozású a hitele? Hát nekik mindenképpen. Tehát nekik én azt mondanám, hogy azonnal cselekedjenek, még akár a moratóriumot felrúgva is.
hiszen most aktuálisan az ő törlesztő részletük elképzelhető, hogy csökken, hogyha most van nekik a kamatfordulójuk, viszont ami a teljes igazság, hogy ők igazából egy időzített bombán ülnek. Tehát én azt gondolom, hogy aki nyugodtan akar aludni, annak legalább 5, de inkább 10 évre fix hitele van, és most megint csak ugye a lakáshitelekről beszélünk. Nyilván ez függ azért a hátralévő futamidőtől is, de összességében ez a jelenlegi alkalom arra nagyon jó, hogy alacsony kamaton tudjuk akár 10 évre, vagy akár a teljes hátralévő futamidőre fixálni a lakáshitelünket. Mi a helyzet akkor, hogyha mondjuk nem a teljes futamidőre fixáljuk ezt a bizonyos hitelt, és menet közben, vagy hát a kamatperiódus lejárta után megemelkednek a kamatok. Még abban az esetben is jól járhatunk? Természetesen, hiszen itt az egyik nagyon fontos szempont az a tervezhetőség. Tehát itt én minden egyes ügyfélszituációban azt szoktam elmondani, hogy a teljes képet, a teljes élethelyzetet kell nézni. Tehát az ügyfél sokkal nyugodtabban tud nyugdíjra takarékoskodni, a saját gyermekeit támogatni, akár egy autócserét, akár egy ingatlan felújítást finanszírozni vagy tervezni, hogyha tisztában van azzal, hogy a következő 10 évre neki fix a törlesztő részlete. Természetesen előfordulhat, hogy a kamatperiódus végével emelkednek a kamatok, viszont azt nem szabad elfelejteni, hogy addigra már jó eséllyel a tartozásnak a jelentős részét az ügyfél visszafizette, tehát ott már egy rövidebb futamidő és egy viszonylag alacsony fennálló tartozásra kell egy magasabb összeget, egy magasabb kamatot fizetni, ami én azt gondolom, hogy nem lehet megterhelő. Most ugye azt is mérlegelni kell egy ilyen döntés esetén, hogy ennek mennyi a költsége, tehát magának ennek a változtatásnak, szerződés megszüntetésnek, új kötésnek, és így tovább. Tehát, hogyha én egy bankkal lezárom a kapcsolatot, egy másikkal indítok, nyilván az az új bank kedvezőbb konstrukciót fog nekem kínálni valószínűleg, de lehetnek itt olyan felmerülő jelentős költségek, ami miatt esetleg megdöbbenhetünk, vagy? Így van, hát természetesen van költsége a hitelkiváltásnak, és inkább a régi banktól, vagy a régi bankkal történő szerződés lezárásának vannak inkább költségei, mint sem az új hitel felvételének. Természetesen mi csak azokban az esetekben javasoljuk a bankváltást, illetve a hitelkiváltást, hogyha ezeken a költségeken felül az ügyfél plusz pénzügyi előnyt tud kihasználni azáltal, hogy bankot váltunk, illetve eszközöljük a hitelkiváltást. Összességében én azt gondolom, hogy egy hitelkiváltással, tehát mindig, még egyszer, tehát megint csak oda tudok visszakanyarodni, hogy a teljes szituációt kell nézni. Tehát lehet, hogy most az ügyfélnek ki kell fizetnie egy végtörlesztési díjat, de neki onnantól kezdve 10 évig fix a kamata, vagy akár még hosszabb ideig fix a kamata, és egyáltalán nem biztos, hogy a hosszabb kamatperiódus magasabb törlesztő részletet eredményez. Tehát itt nem szabad rövid távon gondolkodni, mert egy hitelfelvétel is azért átlagban egy 15-20 éves elköteleződést jelent. Tehát itt a teljes tartamot kell nézni, hogy az alatt megtérül-e a hitelkiváltás vagy sem. De gondolom, hogyha valaki egy pénzügyi tanácsadó céghez fordul, akkor egy teljes kalkuláció készül arra vonatkozóan, hogy a következő esztendőkben mi hogy alakul. Mint ahogy egyébként a bankok most már, mivel erre kötelezettek, maguk is megteszik ezt egy hitelfelvétel esetén. Tehát mondjuk azt lehet tudni, hogyha valaki 15 millió forint hitelt felvesz, nem tudom én, 20 évre, lehet, hogy 19-et fizet vissza. Tehát, hogy azért ezeket most már az ügyfelek többnyire tudják. És akkor itt lehet jelentős módosulás mondjuk a végösszegben? Igen, természetesen. Tehát a tájékoztatási kötelezettségnek minden esetben eleget tesz a bank is, illetve a közvetítő cég is. Sőt, a közvetítő cég, hogyha ez egy független cég, ő köteles legalább 3 versenyajánlatot bemutatni. És nem tehet konkrét javaslatot arra, hogy az ügyfél melyik konstrukciót válassza, hanem az ügyfél saját belátása szerint dönt a megkapott információk alapján. Ez abból a szempontból is lehet egy előny, hogy az ügyfélnek van összehasonlítási alapja, hiszen én azt gondolom, hogy a legtöbb embernek nincsen ideje arra, hogy bankokban ücsörögjön, különösen most maszkban nem engednek be annyi szemét a bankfiókba. Tehát, hogy érdemes
közvetítő segítségét kérni, illetve itt valóban, ahogy te is említetted, a teljes visszafizetendő összegben jelentkezik ez a különbség, amit a hitelkiváltással lehet nyerni. Most tudom, hogy minden szerződés más, és nagyon nehéz most egy konkrét példát elmondani, de mégis valami nagyságrendet, vagy valamilyen módon tudod azt érzékeltetni, hogy mekkora megtakarítást hozhat egy jó konstrukció, hogyha most jól dönt valaki? Hát egy átlagos lakáshitel esetében ez 1,5-2 millió forint különbséget jelent visszafizetendő összegben. Az azért már elég jelentős, még akkor is, ugye, hogyha beleszámítjuk a költségeket. Tehát természetesen. Ezt úgy érted természetesen. Ennek kapcsán. Jó, azt hiszem, hogy nagyjából elmondtuk, amit szerettünk volna. Esetleg van még valami, amit fontosnak gondolsz ezzel a témával kapcsolatban? Talán még a bankváltással, hogyha oda vissza tudunk kanyarodni egy picit. Van egy ilyen általános tévhit, legalábbis az én tapasztalataim szerint. Az ügyfelek sokszor úgy gondolkodnak, hogy én ügyfél vagyok egy adott banknál 10 éve, 15 éve, soha nem volt egy forint tartozásom sem, ide érkezik a jövedelmem, ennél a banknál tartom a pénzemet, akkor én biztos, hogy jó ügyfélnek minősülök. És ezt majd a bank honorálja. És én jó ajánlatot fogok kapni. Ezzel szemben a valóság az, hogy új ügyfélként egy másik pénzintézetnél lényegesen jobb feltételek érhetőek el. Nem azt mondom, hogy minden esetben így van, de a legtöbb esetben a gyakorlati tapasztalat az ezt mutatja. Köszönöm szépen. Tudom, hogy vannak mindenféle kalkulátorok az interneten, igen, de azért érdemes személyesen megkeresni pénzügyi tanácsadót is, gondolom. Igen, az ügyfeleink, meg szerintem mindenki gyakran használja ezeket a kalkulátorokat, aki érdeklődik a téma iránt. Ezek ilyen minimális iránymutatásnak jók, de specializált ajánlatot nem lehet generálni ezeken a felületeken, pontosan azért, mert ezek a felületek nem tudják összehasonlítani a bank által elvárt feltételeket. Sőt, azt is nehéz behatárolni, hogyha mondjuk nem egy szombathelyi ingatlanról beszélünk, hanem valahol a környező kis településen van az ingatlan, akkor az sem mindegy, hogy azon az adott településen adott bank milyen százalékban tud hitelt kihelyezni. És nem tudom, hogy erről beszéltünk-e, hogy csak kamat alapján választani. Utaltunk rá, hogy ne csak ez számítson, amikor döntést hozunk. Igen, tehát itt, ami nagyon fontos, hogy azért a kamatért cserébe a bank milyen feltételeket vár el. Tehát nem mindegy, hogy valakinek azért az adott kamatért 350 ezer forint munkabért kell érkeztetnie a banknál vezetett számlára, vagy mondjuk 150 ezer forint jóváírást kell vállalnia, ami lehet egy másik bankszámláról történő átutalás is. Más is akár. Tehát annyiféle verzió képzelhető el, hogy ezt nem lehet lekövetni egy-egy kalkulátorral. Nagyon szépen köszönöm, hogy ezt a hasznos tájékoztatást most elmondtad. Biztos vagyok benne, hogy visszatérünk a témára. Köszönöm szépen, hogy segítettél nekünk. Kedves nézőink, én pedig, ahogy ígértem, most a Rába völgyébe kalauzoljuk Önöket, ahol elkezdődtek az árvízvédelmi fejlesztési munkálatok. Szent Gotthárd és Győr között összesen 9 helyszínen folyik jelenleg is építkezés. Megerősítették és magasították a töltést, valamint 378 méter hosszú támfal épült a Rába jobb partján Körmend belvárosában. Ezzel az itteni lakóházakat védik, a korábbi árhullámok ugyanis gyakran tették szükségessé a védekezést, és a kockázat a klímaváltozás okozta kiszámíthatatlan csapadékviszonyok miatt csak tovább nőtt. A támfal és a fejlesztett töltés a MÁSZ plusz 1 méteres szintig került kiépítésre. A munkálatok nagyjából 80%-on állnak a helyi munkaterület tekintetében. Úgy kalkulálunk, hogy egy 3-4 hetes feladatunk van. Kicsit feljebb a bal parton teljesen átépítik a büdös árkizsilipet. Nagyobb kapacitású szivattyút telepítenek, ami segít a csapadék levezetésében. Már folyik a munka, az új kétaknás zsilipa tervek szerint a tél kezdetéig elkészül. A város belvízi csapadékvizelvezető rendszere az a lefolyást errefele biztosította, tehát igazából az emlegetett büdös árki beruházás az egyértelműen azt a célt hivatott betölteni, hogy a vízátemelése az megtörténjen sokkal hatékonyabban, sokkal biztonságosabban, hiszen ez a korábbi időszakban nem működött. Itt a térségben élők számtalan alkalommal tapasztalhatták, hogy egy árvíz esetén
milyen problémákkal kell megküzdeni. Segítettek is a megoldásokban annak idején, de én azt gondolom ez jelenti a végső megoldást, hogy egy olyan töltés kerül kiépítésre, és olyan fejlesztés zajlik itt le, ami egyértelműen az ő érdeküket szolgálja. Sokan járnak erre kerékpárra, gyalogosan, akiknek jelen esetben nagy kerülőt, kb. 1 kilométeres kerülőt kell tartaniuk. A lakossági bejáráson többen a töltésen való közlekedési lehetőségekről érdeklődtek, hiszen sokan innen közelítik meg a kertjüket. Autóval nem lehet behajtani, ezt sorompóval jelzik majd. A töltés tetején marad a kavicsos burkolat, a Kertész utca felé pedig megoldják a gyalogos kerékpáros átjárást. A fejlesztéseknek köszönhetően Körmend belterületén egy nagyobb árhullám is biztonsággal levezethető. A hullámtéren is patkasűjesztéseket hajtunk végre, illetve egy olyan projektelem is van ebben ezen a területen, hogy a 86-os út hídja alatti szakaszon egy jobbparti depóniát bontunk el, amivel segítjük a Rábavölgy felé az árvizek kiterülését. Cél a Rábavölgyben élők árvízi biztonságának növelése. A projektet a Szombathely központtal működő Nyugat-Dunántúli, valamint a Győri székhelyű Észak-Dunántúli vízügyi igazgatóság bonyolítja közösen az országos vízügyi főigazgatósággal. A 3 milliárd 590 millió forint forrást az Európai Unió és a Magyar Állam biztosítja. Alapvetően két részből áll. Az egyik rész az a Győri Vízügyi Igazgatóság, az Észak-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság területén zajlik. Ezek jellemzően árvízvédelmi töltésépítések, földtöltésépítések. A másik jelentős rész pedig a Nyugat-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság területén, többek között itt Körmenden, valamint Sárváron és Szentgotthárdon létesülnek ezek a létesítmények. Ezek töltésépítések, a mögöttem látható vegyes szerkezetű támfal és föltöltés létesítések, illetve ehhez kapcsolódó műtárgyak készülnek el. Szentgotthárdon új támfal épül a volt kaszagyár területén, Sárváron szivattyúállást alakítanak ki, Ostfiasszonyfa környékén 5 kisebb települést védő másodrendű töltés létesül. Több helyen védelmi központok és gátőrházak újulnak meg. A beruházás a tervek szerint jövő tavasszal fejeződik be. Úgy tudom, hogy nagy volt a forgalom a távfőszolgáltatónál, akár online, akár személyesen a nyári időszakban is. Mindjárt kiderül, hogy mivel keresték meg őket leggyakrabban az ügyfelek. Nagy szeretettel köszöntöm Kocsis Tóth Ildikót, a Szombathelyi Távfőszolgáltató Kft. Sajtóreferensét. Ildikó, mi a tapasztalat, milyen kérdésekkel, problémákkal fordultak hozzátok elsősorban az elmúlt időszakban? Üdvözöllek, és köszöntöm a nézőket is. A nyár folyamán nagyon sok megkeresésünk volt az ürítésekkel, töltésekkel kapcsolatban. Ezek ugye a fűtési rendszert érintő ürítések, töltések. Ezt annak érdekében kérik a lakók, hogy a fűtési rendszeren dolgozni tudjanak. Ez minden évben nagyon sok megkeresést eredményez, ez idén is így volt ez. Tehát ha van valami felújítás, karbantartás egyéb a... Így van, pontosan. Bármi olyan munkálat, amihez a radiátort le kell venni, ahhoz általában a fűtési rendszer ürítését kell kérni. Ezekre a munkákra nyáron van lehetőség, így a nyáron a legtöbb megkeresés ezzel kapcsolatban érkezett. Elegendő volt a nyár, hogy minden hova eljussatok? A tapasztalat az, hogy sosem elegendő a nyár. Most már ugye a fűtési időszakhoz közeledünk, most már azért be kell fejezni lassan ezeket a munkálatokat, el kell kezdeni felkészülni a fűtési időszakra, de még mindig érkeznek ilyen megkeresések hozzánk. Mi igyekszünk mindennek eleget tenni, de fel kell hívnom arra a figyelmet, néhány hét múlva már a fűtésre kell koncentrálni, tehát most már nem javaslom azt, hogy újabb ilyen munkálatokba vágjanak bele a lakók. Na, fogunk mi még a fűtési szezon kezdetéről beszélni, de azt javaslom, hogy akkor térjünk a melegvíz szolgáltatás témakörére át, mert hogy erről viszonylag ritkán ejtünk szót, holott azért időről időre ezzel kapcsolatban is előfordulnak fennakadások, problémák, panaszok. Így van, érdemes erről is beszélni, hiszen Szombathelyen a Távhő közel 8000 lakásban szolgáltat melegvizet, és ugye ez egy olyan szolgáltatás, ami az év minden napján rendelkezésre áll, tehát a nyári időszakban is biztosítjuk. És az idén nyáron több olyan megkeresés is érkezett hozzánk, ami a melegvíz szolgáltatással volt kapcsolatos. Volt például olyan megkeresésünk, hogy nem volt hideg víz az épületben, és melegvíz sem. Fontos azt elmondani, hogy mi azt a vizet tudjuk felmelegíteni, amit a vízszolgáltató biztosít számára.
számunkra. Tehát, hogyha visszolgáltatónál mondjuk van egy munkálat, vagy egy meghibásodás, hogyha tudják a lakók azt, hogy nem lesz hideg víz az épületben, és a távhő szolgáltatja a melegvizet, akkor biztos, hogy meleg víz sem lesz, hisz nem áll rendelkezésünkre az, amit fel tudunk melegíteni. A másik megkeresés pedig általában ahhoz kapcsolódott, hogy lehetnek olyan a melegvízrendszeren történő munkálatok, ami után fellevegősödik a melegvízrendszer. Mit lehet ilyenkor tenni egyáltalán én, mint lakó, mit tehetek? Hogyha ismerjük azt, hogy volt a vízrendszeren valamilyen munkálat, és utána azt tapasztaljuk, hogy nem elég meleg víz folyik a csapból, akkor erre a megoldás a légtelenítés lehet. Ezt a légtelenítést minden felszálló vezetéknek a legfelső pontján lehet megtenni. Ez azt jelenti, hogy az épületben a felső lakó tudja megtenni a légtelenítést. Ez csupán annyiból áll, hogy kinyitjuk a csapot, és néhány liter vizet kifolyatunk addig, amíg meleg víz nem jön. Ezzel azonban nem csak a saját lakásunkban, hanem az alattunk lévő összes lakásban is segíteni tudjuk azt, hogy ez a levegő kidolgozódjon, és minél előbb meleg víz álljon rendelkezésre. Úgyhogy, ha valaki ilyen tapasztal, tudja azt, hogy volt a vízrendszeren munkálat, akkor én azt kérném, hogy elsődlegesen a lakótársat keresse meg, együtt nagyon gyorsan tudják orvosolni ezt a problémát. Tehát azt jelenti, hogy ezt központilag nem is lehet megoldani, más módja ennek nincs. Így van, pontosan, tehát akár ha minket, akár ha a közös képviseletet keres meg, mi is ugyanezt a megoldást tudjuk alkalmazni, hogy a felső lakót tudjuk megkeresni, de ugye nyilván ők ott a lépcsőházban sokkal gyorsabban tudnak ebben lépni, ezért tanácsolom ezt. Vagy a közös képviselő közvetíthet, segíthet ebben? Akár igen, hogyha nem éri el mondjuk a lakótársat, akkor biztos, hogy a közös képviselő tud segíteni abba, hogy tudja elérni egymást a két lakó, hogy tudnak ebben egyeztetni, de felső lakóként, hogyha ismerem, hogy volt mondjuk egy ilyen munkálat, akkor anélkül is, hogy megkeresnének a többiek, ha megteszem, kiengedem azt a pár liter vizet, akkor biztos, hogy mindenkinek alattam is meleg víz. Már is megoldódott a helyzet. Nos, utaltál arra, hogy nyakunkon a fűtési szezon, bár ez most még furcsa így augusztus végén mondani, de ha jól tudom, szeptember 15-től már hivatalosan is fűtési szezonnak számít az időszak? Így van, pontosan, bár most nagyon jó idő van még kint, mi már bőven előre gondolkozunk, hiszen szeptember 15-től indul a fűtési időszak. Ez a hivatalos fűtési indulás időpontja. Ez azt jelenti, hogy ettől az időponttól nekünk szolgáltatóként rendelkezésre kell állni, és a lakók igényeinek megfelelően kell fűteni. Az alapszabály az, hogy ha 3 napig 15 fok alatt lesz az átlag hőmérséklet, akkor fog elindulni a fűtésszolgáltatás, de ettől az egyes lakóközösségek eltérhetnek. Tehát kérhetik azt is, hogy legyen már esetleg akkor is, amikor nincs, vagy fordítva, hogyha már fűtenétek, de valami miatt nem igénylik ezt a lakók. Tehát mind a két verzió lehetséges? Így van, szeptember 15-e után, hogyha úgy gondolják, hogy ők már szeretnének fűtést, de ez a 3 nap 15 fok még nem valósult meg, akkor tudják ezt kérni, illetve hogyha már elindulna a fűtés, de ők úgy gondolják, hogy az épület még nem hűt ki, ők még nem igénylik, akkor le is tudják mondani ezt a fűtés szolgáltatást. Ugye a távfűtés az egy közösségi szolgáltatás, tehát egy-egy fűtési kört együtt tudunk elindítani vagy leállítani, ezért, hogyha valakiben ilyen gondolat fogalmazódik meg, akkor bátran keresse meg a közös képviselőt, hiszen ő az, aki a teljes lakóközösség nevében tud eljárni. Na most ugye az a tapasztalat, hogy reggel meg este van hűvösebb, hidegebb, tehát elegendő lenne sok esetben reggel meg este fűteni. Ez így is megoldható, vagy muszáj, hogy egész nap menjen a fűtés? A távhőszolgáltatásban itt Szombathelyen ez műszakilag megoldható, és így is üzemelünk hosszú évek óta. Ez a gyakorlatban úgy néz ki, hogy minden lakóközösség megad egy olyan hőmérsékleti értéket, amit ha elér a kinti hőmérséklet, csak akkor kérnek fűtésszolgáltatást. Tehát mondjuk meghatározzák ezt 16 fokban, és az azt jelenti, hogy akkor 16 fok alatt fog elindulni a fűtés. Itt az átmeneti időszakban ősszel inkább reggel és este jellemző, hogy ezek a hűvösebb idők vannak, és napközben kevésbé, tehát reggel elindul a fűtés akkor, amikor a lakóközösség kérte, eléri a 16 fokot, akkor automatikusan leáll, és délután este felé, amikor ez alá csökken, akkor újra elindul a fűtés, és este addig, ameddig a lakóközösség azt meghatározta, fűtünk. De ez a 16 fok, ez csak egy általam mondott érték, ez a leggyakoribb 15-16 fok, amire be van állítva, de ezt is a lakóközösségek határozhatják meg. Tehát mondhatnak alacsonyabb vagy magasabb fokot is. Így van, akár. De ez a nagy átlag, ezért ezt említettem. Ez így van. Nyilván a hőérzetünk valamikor ilyen esetben érzékeli azt, hogy most már jól esne valami kis meleg. De mi a teendőnk nekünk lakóknak a fűtés elindításakor? Van egyáltalán bármi dolgunk? A nyári időszakban, ugye, ahogy említettük, sok
fűtési rendszert leürítettünk. Amikor visszatöltjük ezeket a rendszereket, mi kiléktelenítjük. A lakók segítségét abban kérjük, hogy a légtelenítés akkor lesz teljes körű, hogyha mindenki megnyitja a szelepeket, a radiátor szelepeket, és a radiátorokban is át tud fordulni a víz, ilyenkor megkeringetjük őket, és akkor minden levegő távozni tud belőle. Tehát akkor, amikor elindul a fűtés, akkor azt kérjük, hogy egy-két napra nyissák ki a szelepeket. Tehát mondjuk 15-én teszem fel. Amikor ténylegesen elindul a fűtés, akkor az ő épületükben, akkor egy-két napra nyissák ki ezeket a szelepeket, hadd légtelenedjen át minden, és akkor biztos, hogy zökkenőmentes lesz a fűtés. Egyébként, hogyha mondjuk a radiátorban megreked egy légbuborék, mert nem nyitottuk ki a szelepet, és nem légtelenedett ki, és aztán majd az ősz folyamán később megnyitjuk ezt a szelepet, akkor előfordulhat, hogy az a radiátor nem fog átmelegedni, mert az a levegőben nem fog tudni belőle ott kimozdulni. Ezért kérjük azt, hogy most az induláskor mindenki nyissa ki a szelepeket, átlégtelenítünk, és akkor problémamentes lesz. Tehát amikor elindul ténylegesen a fűtés, egy-két nap figyeljünk erre, oda ezt tanácsolod. Nagyon szépen köszönöm, hogy mindezt elmondtad nekünk. Lehet, hogy a fűtési szezon kezdetéig már nem találkozunk, úgyhogy mindenképp hasznos volt, hogy most ezt meghallgattuk. Köszönöm szépen, Ildikó. Én is köszönöm. Kedves nézőink, most pedig egy olyan pályázati programra hívjuk fel a figyelmüket, amely a vállalkozóvá válást támogatja, és elsősorban fiataloknak, illetve álláskeresőknek szól. Nem csak a vállalkozáshoz szükséges alapismereteket sajátíthatják el az érintettek, hanem az üzleti terv készítésének módját is, sőt 4,5 millió forint vissza nem térítendő támogatáshoz is juthatnak. A veszélyhelyzet megszűnése után ismét elindult a vállalkozóvá válás segítő program. A többség a szolgáltatás területén szeretne sikerrel járni, mint lovasoktató, műkörmös, fodrász vagy éppen pszichológus. És van, aki a család mellett szeretne rugalmas munkaidőt. Viktória szépségszalont nyitna. Három kisfiam van, és mindenképpen egy olyan szakmát szerettem volna, olyan munkát, valami rugalmas. Minden mellett magamnak is szerettem volna próbálni évek óta már ezt a szempilla hosszabbítást, és megláttam benne a lehetőséget. Mindenképpen magas minőséget szeretnék nyújtani a vendégeimnek, minőségi termékekkel. Ezzel szeretnék kitűnni a piacon, mert nagyon sok képzésen is részt vettem, nagyon sok kutatást végeztem online is. Szita Bencének szabadúszó videóvágó vállalkozása van, de a programban ő is sok újdonságot tanult. Én elgondoltam, hogy én ezt majd így fogom csinálni, hogy katás leszek, de aztán kiderült, hogy az első évben, főleg így, hogy ilyen úton indulok el, ami ez a munka, sokkal jobb és biztonságosabb az SZIA-s adózás. Eddig az volt, hogy majd a könyvelő megcsinál mindent, de ez azért már több kell, tehát azért már kell magamat reklámozni, amiben segítenek ezek a képzések is, illetve nyilván az anyagi része, ami nagyon sokat fog segíteni az elején. Sikeres kompetencia teszt után a képzésen marketinget, adózási és jogi ismereteket sajátíthatnak el a leendő vállalkozók, segítséget kapnak az üzleti terv elkészítéséhez is. Hogy hosszú távon legyen ez működőképes, ne csak egy pillanatnyi fellángolás legyen, vagy ne csak egy pillanatnyi ötlet alapján ugorjanak bele meggondolatlanul egy vállalkozásba, és ehhez kívánunk segítséget nyújtani. A korábbi fiataloknak szóló program mellett ezúttal 30 év felettiek is jelentkezhettek. A kezdő vállalkozókat az első évben mentor is segíti. 1+1 évig kell ezt a vállalkozást fenntartani, az nagyon fontos, hogy ők főállású vállalkozások lesznek, tehát alapvetően ez egy önfoglalkoztatóvá válás segítő program. Leginkább ez az egyik legfontosabb célja. A másik indikátor az, hogy mintegy a régióban olyan 878 induló vállalkozást segítünk majd a forráshoz jutáshoz. Jelenleg 10 képzés folyik Vas megyében 110 fővel. A résztvevők sikeres vizsga után válnak vállalkozóvá. Az érdeklődők jelentkezését még szeptemberig várják. Megfelelő biztosításokkal sok felesleges kiadástól óvhatjuk meg magunkat, így van ez a társasházak esetében is, hogy a társasházak milyen biztosításokat köthetnek, és ezek mi mindenre nyújtanak fedezetet, arról hallhatnak, láthatnak most a következőkben egy beszélgetést. Ezt a beszélgetést egy kicsivel korábban rögzítettük, tehát felvételről közvetítjük.
Kedves nézőink, ahogy a bevezetőben már elhangzott, a következő percekben a társasházak biztosításáról beszélgetünk vendégemmel. Beliznai Pálnét köszöntöm szeretettel, a BEM Lakás Szövetkezete elnökét. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Jó estét kívánok! Azt hiszem, hogy érdemes rögtön a fogalmat tisztáznunk, mert nem biztos, hogy mindenki tisztában van azzal, hogy mi az, amit a társasház biztosítás fedezhet, és mi az, amire a lakóknak esetleg külön családonként vagy lakásonként érdemes külön biztosítást kötni. Ugye a fogalmaknál úgy hívjuk egyszerűen, hogy tömbbiztosítás. Ez azt jelenti, amikor én egy lakást megveszek, vagy egy új lakásba is beköltözöm, ami ott van bent a lakásba, az minden a tömbbiztosítás által biztosított, ha arra biztosítás van köntve. Ma Magyarországon általában minden társasház biztosítása ellátott, mert a jó kezelő nem is tehet mást. Most, ha tömbbiztosítás van, az ugye kiterjed mindenre. Mondjuk a társasházaknál, hogy vannak a tulajdonviszonyok. Van egy lakásom, de abban a lakásomban nem csak magántulajdonom van, hanem úgynevezett osztatlan közös tulajdon. Mik ezek? Az összes felszálló vezetékek, víz, gáz, villany, az mind osztatlan közös tulajdon, tehát ha avval valami baj történik, akkor a tömbbiztosítás terhére történik annak a megjavítása, és nem a lakó saját pénztárcáját terheli. Mit kell kötni a lakónak? Azt szoktam mondani ilyen egyszerűen, hogy képzelje el, hogy a lakását fejre fordítja, fejére fordítja, és ami onnét kihullik, azok az ingóságok. Ezt mindenki megérti. Tehát, ha nekem mostani világban nyilván van számítógépem, különböző berendezésem, nagyértékű szőnyegem, bútorom, tehát ezekre az úgynevezett ingóságokra célszerű kötni. Mert amikor van egy társasházi káresemény, mondom most a mai napról, mondom az egyik lakásba, a nappalit föl kell bontani, mert a bizonyos cső rendszerrel ott gond van, ki kell cserélni. Tehát mi történik? Nyilván a társasház kontójára a társasház biztosítója fog fizetni, de ezért az illetőnek is lesz kára, mert föl kell a nappalinak a kövezetét föl kell szedni, és annak akkor a térítését nyilván a lakónak fogja fizetni. Most majd kiderül, hogy az illetőnek van-e saját biztosítása, vagy nem. A biztosításnál még az is lényeg, hogy az a közös költségbe van beépítve. Tehát a közös költséggel együtt fizeti az illető. Ezért van olyan, néha egy kicsit rossz szájíze is van bizonyos kedves lakóknak, hogy nem fizetem a közös költséget valami oknál fogva, és egy káreseményem történik, és ugye a biztosító csak abban az esetben fizet a maga a tulajdonosnak, ha mi az igazolást kiadjuk. Az igazolás miből áll? Hol van a biztosítás, melyik biztosító társaságnak, milyen ügyszám alatt van, mennyi a lakásnak az értéke, és igazoljuk, hogy a közös költségbe az illető fizeti a biztosítást. És ugye néha csodálkoznak, hogy nem kapják meg ezt a papírt, de hát nem fizeti a biztosítást. A biztosító majd kifizeti a háznak, de ő neki akkor nem, mert ugye, ő nem fizeti. Baj van, akkor derül igen, ki, hogy általában fontos ez a nagyon dolog. Nagy jelentősége van a biztosításnak, tehát most már nem is tudom kiszámolni, hogy hány évtizede van az úgynevezett önbiztosítás. Régen még az divat volt, hogy amikor hitelt vett föl egy-egy tulajdonos különböző bankoktól, akkor nyilván a bank is akarta magát biztosítani, és a bankok kötöttek biztosítást arra a hitel kapcsán, amit a tulajdonosoknak folyosítottak. De aztán elmúlott egy kis idő, és már mindenki alakult, most már nem kell nekik kötni, mi is föl is hívjuk a figyelmüket, amikor jönnek aláíratni a papírt, mert ugye nem lehet kettős biztosítás, hiába van, egyszer fizet az egy biztosító. De ilyen nem is fordulhat elő még? Nem, akkor sem, nem. Valaki nem figyel oda? Hogy nem, általában azért odafigyelnek, mert pénzről van szó. Tehát mi minden esetben ugye a hitelhez is ki kell adni az ajánlatot, és a biztosító is ugye kiadja,
hozzá a megfelelő papírokat, és akkor mi megírjuk a banknak, hogy hol van biztosítás, tehát aláírjuk azt a papírt, tehát teljesen tisztában vannak a pénzintézetek, hogy arra az épületre van biztosítás. Nagyon nagy jelentősége van, és most a koronavírus itat át mindent, és most meg még nagyobb. Miért? Össze voltunk zárva, többen voltunk a lakásban folyamatosan. Sokkal több a csőtörés, sokkal több a dugulás, mint a normális időszakban volt. Tehát nincs olyan nap, hogy valami biztosítási esemény ne lenne. Egyébként a tömbbiztosítás az többféle lehet? Tehát lehet különböző konstrukciók közül választani? Vagy mi a gyakorlat? Most gondolok arra, hogy például viharkárra érvényese, tűzesetre érvényese, attól betörésre függ. Érvényese, attól és így tovább. Például bérelek egy lakást egy tömbbiztosításba, tételezzük föl, hogy én ifjú férfi vagyok, és a barátnőm eljön meglátogatni engem, de megcsúszik az időbe, és még éjszakára is ott marad, és az autója is ott áll kint az udvaron, a társasháznak a területén. Na most akkor, ha vihar van, és baja történik az ő autójának, arra nem fizet a biztosító. Volt ilyen a praxisunkban, tehát erre nyilván, hogy nem fizet a biztosító. Tehát az, hogy a cserepeket leviszi a házról, akkor a társasháznak fizet. De az, hogy a bérlő barátnőjének az autója ott van, ahol éppen nem is kellene lenni, mert ő neki nincsen ott parkolóhelye, arra nem fizet a biztosító. Jó, hát ez nagyjából azt hiszem, hogy érthető is. Igen. De mondjuk említetted a dugulás példát, az mondjuk érdekes lehet, tehát ha lakáson belül keletkezik, meg igen. Mondjuk az én mosogatóm alatt, na most az akkor is, mi a helyzet? Az is fontos, ugye a társasháznál, ahogy mondtam, van magán és osztatlan közös felszálló vezetékek. Na most az én mosogatóm az a főágba van bekötve. Na most, ha én rendetlen házi asszony vagyok, és beleszórok mindent, és nekem az a kis szakaszom dugul el, természetesen az az én dolgom. De ha a felszálló vezeték és föntről és a fővezeték dugul el, az nyilván, hogy a társasháznak a kötelezettsége. Na most rongálás. Előfordulhat, lehet szándékos is, de lehet óvatlan is valaki, aki mondjuk a lépcsőházban okoz kárt. Hát ugye, ilyenkor ha szándékos a rongálás, vagy olyan ifjúság rongál és irogat és minden egyéb, akkor ugye rendőrségi feljelentés, és utána a biztosító akkor fizet, mert ezt kivizsgálják, ki volt a tettes, és ki nem, tehát, de ha egyébként rongálódik el. Tehát egy költözésnél mondjuk a bútort nekiviszik a, nem tudom én, a falnak, ahol egy nagy darab lejön a vakolatból. Hát ez annyira nem szokott, annyira ez nem szokott gyakori lenni. Na most a biztosítókról, tehát mi minden biztosítóval, azt mondom, a nagy biztosítókkal kapcsolatban vagyunk, tehát van egy biztosító társaság, ahol a főállomány van, de vannak olyan társasházaink, akiknél a biztosítás nem mi voltunk az első kezelők, más biztosító társaságnál mi azt nem bontjuk föl, tehát addig, amíg nincsen probléma, addig szeretem a sokszínűséget, hogy mindenhol lássam, hogy működik. Általában a biztosító társaságoknál mind egy nyelven beszélnek olyan szempontból, hogy meg van határozva, hogy ugye mi a közös, az osztatlan közös, vagy lakásszövetkezetnél lakásszövetkezeti vezeték rész. Tehát nagy különbség nincs. Amire még oda kell figyelni, mert ilyen is előfordul, hogy én a pince tárolóba beteszek egy nagy értékű kerékpárt például, és akkor azt ellopják. És akkor jön a kedves tulajdonos, az nincs biztosítva. Tehát a tárolókba, pincerekeszekbe ugyanúgy működik, mint a lakásom. Tehát ha ott lévő elhelyezett eszközöket biztosítom, akkor arra kiterjed a biztosítás, de az a tömbbiztosításban nem
lehet beleszámítani. Ilyen is volt, hogy garázsom van, és ott nem tudom hány kilogramm, már nem is kilogramba mondom, hány mázsa cukrot tárolok, kristálycukrot, mert méhész vagyok, és ott tárolom. Na most a garázsoknál megy a szennyvíz is, ha telázik, akkor erre nem fizet a biztosító. Bútorokat leraknak, tehát felesleges egy szép bútor, ilyen is van, lerakják a közös tárolóba. Ha ott történik, ugye azt tudni kell, hogy ezekben általában az épületekben, az alsó szinten, akár pince, akár földfelszíni alsó rész, ott megy az összes csőrendszer, még garázsba például. Tehát ha ott valami baj történik, és nem odaillő dolog van, bútor vagy más tárolva, arra nem terjed ki a biztosítás. Ami még eszembe jutott, és talán mindenütt előfordult már, a liftek meghibásodása. Arra gondolom, kiterjed hát általában. Kiterjed, természetesen, hogy kiterjed, tehát ott is előfordulnak. Sok mindenre kiterjed, tehát jó ez a biztosítás. Ugye úgy van, hogy sok mindent nem szeretünk az életünkbe. Én mindig védem a biztosítókat, mert mindig azt mondom, és saját magamból is kiindulva, akár gépkocsi, akár lakás, hogy inkább kifizetem szívesen a biztosítási díjat, de ne legyen rá szükségem. Autókkal is így vagyunk, ugye? Fizetjük a kötelezőt, fizetjük a másik biztosítást, csak ne legyen rá szükség. Meg kell újítani időről időre ezeket a biztosításokat? Na hát úgy van, hogy ugye attól függ, ugye van egy nagy állomány, annak megvan X időben a kifutási ideje. Igen, akkor mindig ugye küldik, most is a napokban is jön a különböző házaknak, hogy indexálják, ugye? És hát a gazdasági vezető, a pénzügyi ember is máshogy nézi, ő csak a forintokat kiszámolja meg a százalékokat, és oda rakja elém. Én azért általában tudom, hogy melyik háznál mi olyan tényező van, ami miatt gyakoribb a meghibásodás. Mondjuk említek itt Szombathely legmagasabb házát, ahol két lift van, és egy millió olyan dolog van, ahol több az adandó kár adott időbe, akkor mindig azt mondom, hogy igen, igen, ne ragaszkodjunk, mert ha valamennyi százalékkal emelik, akkor igenis emeljék föl, mert sokkal nyugodtabb vagyok, hogyha van egy nagy esemény, vagy ha kicsi is, üvegtörés például. Itt hadd mondjam el, mindig megkérdezik a kedves tulajdonosok, a tömbbiztosításba beletartozik a lakásomnak az összes üvege, kivétel a vitrin üveg. Ezt is mindenki érti. Mert az a bútor része, ugye, amiről az beszéltünk az elején. Az a bútor része, tehát az ajtóm, az összes ajtóm olyan, hogy üveges, meg nyilván az utcafrontra néző ablakoknak az üvege, az mind beletartozik a tömbbiztosításba. Tehát akár vihar miatt, akár valamit igen, neki igen. Erkély üvegek kitörik, például. Akkor is fordulhatunk igen, akkor a közös igen. képviselőhöz, aki innentől igen. kezdve már intézi igen. a továbbiakat. Nagyon szépen köszönöm, rengeteg hasznos információt hallottunk. Köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönöm én is. Kedves nézőink, ennyi fért mai Szolgáltatók című magazin műsorunkba. Egy hónap múlva találkozunk legközelebb. Viszontlátásra! A műsorvezetőt a Jeans Store öltöztette.